November 8-án kiállítás nyílt Dunaalmáson a Csokonai Művelődési Házban. Barcsa Pál festőművész többségében idén festett képeit előreláthatólag az év végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Hál' Istennek ez hagyománnyá kezd válni, hogy minden évben van egy bemutató kiállításom, ami az az éves termést mutatja be. Na most ez a kiállítás pontosan olyan, az előző az egy gyűjteményes volt, tehát ott voltak válogatások a korábbi időszakból, de ez ez évnek a termése két színrajz kivételével. És Erdélyben voltam Sólyomkővár alján egy művésztelepen, és az egyik sorozat, ez ennek a feldolgozott melói vannak fenn, illetve a bolygótánc, meg a napvihar, valamint a Kék Duna. És van egy virágos kollekcióm, mert általában sorozatokat szoktam, tehát hogyha egy témát felveszek, akkor azt körbejárom addig, míg meg nem unom, vagy még az első rossz képet nem csinálom. A legutolsó termések, az utolsó hetek termése pedig az Öregasszonyok címen fut, ahol az unokámnak a déd nagyanyja látható, meg különböző ilyen fekete felkendős asszonyok. Talán felismerni vélik a Baba Vangát, aki egy vak jósnő, de ebbe a szériába ő pontosan beleillett. Milyen technikával készítette ezeket a képeket? Hát a két színrajz kivételű az összes az olaj. Annyi a különlegesség, hogy az Öregasszonyok című sorozatos tetőcserépre van festve. Mennyi időbe telik egy ilyen képet megfesteni? Hogyan fest? Fejből? Hát van egy alapgondolat, igen. Például Spanyolországban voltam, és az éjszaka tökéletes holdfogyatkozás volt a tenger felett. Na most ezt a témát beszoktam építeni, persze a majd ami a képen látható, egy magyar tájban, hisz tipikus magyar alföldi házak vannak, mert én debreceni vagyok, és akkor valahogy mindig visszaköszön a múltam is. Hát a technikára, hogyha kérdeztél, az elég érdekes, mert a faktúrát, tehát az a rücskös felületet fogpiszkálóba hordom fel, és van, amelyik három hónapot vesz igénybe. Tehát van a gondolat meg, hogyha egy nagyobb forma van a képen, akkor arra faktúrát kell rakni, hogy ne legyen unalmas. Mik a tervek a jövőre nézve? Most ez a kiállítás itt lemegy, és utána kezdődik az új adag készítése? Így van, csak ennyire nem vagyok tudatos, mert mindig megvárom, míg valami megérint. És ezt sose tudom, hogy mi üt meg. És akkor arról elkezdesz festeni, és akkor azt a témát is körbejárod. Olaj vagy grafika, melyiket szereti jobban, vagy mi az a technika, amit még kipróbálna? Valamikor minket még megtanítottak mindennel, meg én rajztagozatos gimibe jártam, tehát valamikor voltak pasztelképeim is, meg színrajzok, meg egyedi grafikák, de alapvetően leginkább olajra festek, farostra. Hát további sok sikert akkor. Nagyon szépen köszönöm.